Az elmúlt időszak fontos eseményei, döntései, kérdései és a jövőbeni feladatok meghatározása a 2024-25-ös tanév tervei. Ezek kerültek a fókuszba a pedagógusok szakszervezetének tanévnyitó ülésén csütörtökön Fehérváron. Minden év elején szoktunk a pedagógusok szakszervezete értekezletet tartani, egy tanévnyitó értekezlet végül is, ahol a jogszabályi változásokról kapnak tájékoztatást a titkárok. Hát ezek között most, mint valószínű, hogy a béremelés, a teljesítményértékelés, a NAT-tal kapcsolatos problémák vagy feladatok, és hát minden olyan apró dolog, ami egyébként fölvetődik az év elején. Az évnyitón szó esett a pedagógusok béremeléséről, de az idei tanévtől bevezetett új eljárásról is, amely az iskolai mobil használat szabályozásáról szól. Lesz egy nemzetközi online konferenciánk, a honlapunkon ez el is érhető lesz, ahol majd a kollégák tájékoztatnak bennünket, és pontosan ugyanazt az álláspontot képviselek, amit mi képviseltünk, hogy kikapcsolt állapotban a gyereknek a táskájába kellene lenni, így nincs felelősségi kérdés, és nincs az, hogy külön beruházás kell szekrénye, dobozokra, páncélszekrényekre fordítani, és a korosztályokra külön-külön jogszabályokat kellene alkotni, mert más egy gimnazista, meg más egy általános iskola. Az eseményen a kimagasló szakszervezeti és pedagógusi munkájukért többen is elismerésben részesültek, a tanévnyitó értekezleten átadták az ötvös emlékérmeket.